Többnyire felhős, borult időig érkezik az elkövetkező napokra. Az orvos meteorológia szerint a térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg, mind pedig a meleg frontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Sokaknál tapasztalható majd fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás ingadozás. Borult lesz az ég ma éjszaka felettünk, többfelé eshet nagyobb mennyiségű csapadék, főként az ország északi tájain. Az éjjeli minimumok 13 és 16 fok között alakulnak. Csütörtökön marad a felhős, esős idő, a csapadék súlypontja az ország északi felére helyeződik majd, az átlagosnál hűvösebb időre készülhetünk, délután 16-17 fokot mutatnak majd a hőmérők. Az ország délebbi részein viszont előfordulhat, hogy 27 fokig melegszik a levegő. Pénteken már az északi tájakon is többször kisüt majd a nap, viszont még sokfelé szükség lehet az esernyőkre. Az erős északi, északkeleti szélben maximum 22 fokot mérhetünk. Hétvégén már csökken a csapadék kiterjedése, vasárnap már több helyen előbukkanhat a nap, ennek ellenére a hőmérséklet nem emelkedik 18 fok fölé. Hétfőre az ország nagy részén kitisztul az ég, száraz idő várható 19 fokos maximumokkal. A régió más országain is végigvonul a csapadékzóna holnap. Románia és Bulgária kivételével mindenhol előfordulhat eső, zápor napközben. Több fokos hőmérséklet különbség lesz egyes térségek között. Míg Zágrábban mindössze 11 fokig melegszik a levegő, addig Belgrádban 27 fokot mutatnak majd a hőmérők. Átlagosan viszont 20-25 fok között mozognak majd a nappali maximumok.